Üdvözlöm nézőinket! Dr. Vastag Oszkárnál, a Szekszárdi Kórház szemészeti osztályának nyugalmazott főorvosánál vagyunk vendégségben. Kedves Oszkár, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre. Tegnap este, amikor készültem erre a találkozásra, azért nagyon sok mindent olvastam önről az interneten, ami fellelhető volt, de mindenek előtt engem mindig is az érdekelt egy orvossal kapcsolatban, hogy mi alapján választja valaki ezt a hivatást, ami egy nagyon-nagyon szép hivatás, de szerintem egy nagyon nehéz hivatás is egyben. És hogy egy egész életpályát lefolytatni úgy a nehézségekkel, meg a szépségekkel együtt, mi az, ami önt erre a pályára terelte? Volt valami családi vonatkozás esetleg? Igen, volt családi vonatkozás. Lengyel származású vagyok anyajágon, édesanyám lengyel menekült volt, 1939-ben jött Magyarországra, és a lengyel nagybátyám, ő volt orvos. Lengyelországban kórházigazgató volt pályája végén, és ez volt a családban a motiváló tényező. Bár őszintén meg kell mondani, nagyon nehéz megmondani az ember egy pályát miért vár. Tehát mi az a belső hang, amire az ember arra késztet, hogy azt a pályát választja, de a nagybátyám, hogy orvos volt, ez úgy mindig bent volt a családban, a beszélgetések során, és ez biztos, hogy egy jelentős motiváló tényező volt. Milyen orvos volt ő? Ő belgyógyászott kardiológus, és sose felejtem el, egyszer az osztályban megkérdezték a gimnáziumban, hogy mi szeretnék lenni, és én azt mondtam, hogy szívspecialista, és hát ez nagyon nagy derültséget váltott ki a kollégáim, barátaim, osztálytársaim között. De hát aztán nem lettem szívspecialista, nem szemész lettem. Tehát akkor ez már a gimnáziumban tudatosult önbe, hogy akkor erre a pályára lép, és akkor ez irányba fog mindent megtenni, hogy sikerüljön a felvételi egyetemet válasszon, stb. Tehát, hogy ez már olyan korán akkor realizálódott. Pontosan így van. Már a gimnázium előtt is, hiszen a Keszthelyi Vajda János gimnáziumban érettségiztem, és amikor fölvételre készültem, akkor latin nyelvi osztályba mentem, és ez nagyon hasznos volt aztán az egyetemi tanulmányom során. Tehát már a gimnázium osztályválasztás, hogy reál vagy humán osztály és hogy latinos osztály, már ott ez eldőlt bennem, hogy én orvosi pályát szeretném választani. És végig a gimnáziumban erre készültem. És akkor Pécsen folytatta, vagy kezdte meg az orvosi tanulmányait az egyetemen? Igen, akkor még Potte volt Pécsi Orvostudományi Egyetem, ott kezdtem a tanulmányomat 1964-ben. És ott is helyezkedett el az egyetem elvégzése után, ugye? Vagy ki az, aki elirányított egyáltalán a szemészet felé? Ez nagyon érdekes, mindig el szoktam mondani, anekdotisztikus jellegű. A keszthelyi szemész főorvos fia, Szalóci Pál, egyébként ő a Magyar Rádió főbemondója volt nyugdíjazásáig, most is nagyon jó baráti kapcsolatok, szóval az ő édesapja keszthelyi szemész főorvos volt. És sose felejtem el, bennem van, egy nyáron a strandon megkérdezte tőlem, hogy na Oszkár, akkor másodéves, harmadéves volt. Na, választottál-e szakmát? Hát mondom, Pali bácsi, még nem. Legyél szemész. Ez manuális szakma is, meg konzervatív jellegű szakma is. Beletett a bogarat a fülembe. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni. Én akkor választottam szakmát. A Keszthelyi strandon. Mi volt az, ami még így a fejébe volt, a szívspecialistán kívül? Akkor már nem volt. Én inkább a manuális szakmák felé orientálódtam, vagy gondolkoztam, és ez nagyon megkapott ez az ötlet, mert és ezt nagyon jól választottam, hiszen a szemészet az manuális is, és konzervatív is. És ott maradt akkor az egyetem elvégzése után, ott dolgozott a szemészeti klinikán így Pécsen. Van. 9 éve dolgoztam. Nagy hálával emlékszem a két professzoromra, Boros Béla professzorúra és a Takács István professzorúra, akik hát a tanítóim, mestereim voltak, és oda vettek a klinikára, és
hát ott dolgozhattam 9 évig. És hogy került ide Szekszárdra? Mert itt meg aztán 41 évet dolgozott itt Szekszárdon, ugye a kórházba. Pontosan. A történet az volt, hogy a Szekszárdi Kórház személyzeti osztályát Tész László főorvos úr alapította meg. Az első műszereket a saját pénzén vásároltam, mert meg is vannak a személyzeti osztályon, egy vitrínbe betetettem. És meg nyugdíjban, ő volt az első főorvosa, hát én voltam a második főorvosa az osztálynak. És megürült ez a hely, lehetett pályázni, és megpályáztam. És azt hiszem életem legjobb döntése volt már a szakmai döntése. Előtte egyébként én egyszer vagy kétszer voltam Szekszáron, tehát én abszolút nem Torna megyei vagyok, hiszen 15 évet Pécset töltöttem, előtte meg Keszthelyen, sőt, előtte 10 évet Villányban laktam. És nem vágyott vissza oda Keszthely környékére? Ott nem lett volna hely az ön számára? Fölmerült az, hogy a Keszthelyi Kórház személyzeti osztályán dolgozom, de hát mikor lehetőség nyílt, hogy klinikán dolgozhatok, akkor én ezt természetesen ezt választottam. És nagyon örülök neki, részben szakmailag, részben pedig, hát Pécset élhettem 15 évet így. Azt is olvastam, hogy rengeteg újítást vezetett be itt a pályafutása során. A gyerekszakrendelést megszervezte a cukorbetegeknek, a szakrendelést, új személyzeti műtéti technikákat vezetett be. Igen, hát abban a szerencsés helyzetben voltam a klinikáról a legújabb szakmai eredményeket, terápiás lehetőségeket hozhattam ide, és elődöm Tész főorvos úr egy jól szervezett osztályt hagyott rám, és én így tovább tudtam építkezni. Ahogy a mostani utódom is, hitem és reményem szerint majd folytatja ezt a munkát, amit én elkezdtem, és ő rá hozzá fogja majd tenni azt, ami a szakma fejlődése megkövetel. Mennyire népszerű ez a szakma manapság? Vagy így van összehasonlítási alap? Régebben hányan választották a személyzetet, és most? Pontos, annyit tudok, hogy körülbelül a személyzeti szemorvos társaság adatainél körülbelül olyan 1000 fő körüli személyz van az országban. Én azt gondolom, hogy népszerű szakma. Vannak, lehet rangsorolni a szakmák között, nyilván ezt én soha nem tettem meg, de szeretik a hát népszerű, és szeretnek jönni a fiatalok a személyzetre. Mi a szépsége? Mesélne pár dolgot erről. Hát a... Bár most már azért a férfiak is vannak, de azért főleg a nők választják a személyzeti szakmát, hiszen azért egy, hogy mondjam, fizikailag, szellemileg kevésbé megterhelő szakma, mint például egy baleseti sebészet, egy intenzív osztály. Tehát egészen már, tehát ez egy nyugodtabb terület, nem kell azonnal gyors döntéseket hozni, nem föltétlen kell 24 órán keresztül állandó készenlétben lenni. Ez is megvan a személyzetben, de talán egy nyugodtabb, szabad mondani, nőiesebb szakma. És megvan a manualitása is, hiszen rendkívül finom, precíz műtéteket kell végezni. Nézze, hogy mi az érdekesség, mi a szép, a legfontosabb érzékszervünk a látás. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a szem a lélek tükre. Igen, számos ilyen mondás, megfogalmazás van, de az ember akkor értékel, és én sok vakembert láttam. Sok embert láttam megvakulni, aki nem tudtunk segíteni. De persze még többen tudtunk, de... Tehát, még jobban átérzem azt, hogy mit jelent látni, és mit jelent azt nem látni.
ezek az emberekkel nap mint akik nem láttak, rosszabb lett a látása, nap mint nap találkoztam, és a másik oldala pedig hihetetlen öröm látni azt, hát ez katartikus élmény, mikor egy vakembernek visszaadjuk a látását. Megoperáltuk, mert még mindig van az, hogy teljesen vakon jön be, nem kellene, szürke álljuk, mert hát már sokkal hamarabb meg lehet operálni. De amikor egy különböző okokból teljesen vakember bejön, reggel vak, és pár óra múlva lát. Szóval ez egy, és ez, ezt az örömöt látni, és akkor tudja az ember igazán értékelni, mi az, hogy látni, mi az, hogy látás. Hogy áll a magyar lakosság a szemük egészségével kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy azon a, ki kell mondani, európai szinten vagyunk. Tehát ha azért minden betegségnél, a betegségeknél, a szemészetben is az emberek döbbenetes és hihetetlen módon tájékozottak. Tehát ott az internet, és utána tudnak nézni, teljesen felkészültek. A vírus elleni injekciók oltakozásban is részt vettem, és főleg a második, harmadik injekciónál jöttek be a betegek, és hihetetlen módon tájékozottak voltak. Mm. És az szemben is hihetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy a lakosság egyre inkább tájékozott. Nagyon érdekes történet, hogy tegnap kimentem Szálkára. És ott egy vendéglőben ebédeltem, és mellettem volt egy teljesen nyugdíjas társaság, kirándultak. Nordic walking bot, és sáros bakancs, és idős, nyugdíjas hölgyek elővették a mobiltelefont, az okostelefont, és megnézték, hogy melyik úton jöttek, hány lépést tettek, melyen szint különbsége. Tehát most ezt azért mondtam, mert ez leképeződik a személyzeti szempontból is. Igen, az emberek jó része törődik magával, egyre inkább törődik az egészségével, egyre inkább törődik a látásával, hiszen a modern életben a látás az szinte nélkülözhetetlen. Áttérhetünk egy másik nagy szerelemre, a vívásra. Ezt, ha jól tudom, akkor egyetemista korában kezdte el a vívást, akkor kezdett ezzel foglalkozni. Miért pont a vívással? Valahol az antivilágból, idézőjelben az antivilágból örököltem, mert Keszthelyen a szüleimnek azóta az elképzelés, hogy valamilyen sportot kezdjek el, és egy pár évet jártam, nem szakosztály szinten, hanem egy olyan vívó trénerhez, aki csak velem foglalkozott, és a vívás alapjaival megismertetett. Utána aztán nem mentem, a Keszthelyen is volt vívó szakosztály, de nem mentem el ott vívni, hanem amikor a Pécsi Egyetemre kerültem, mindjárt elsőskoromban elmentem a PEASZ-ba, Pécsi Egyetemi Atlétikai Klubba vívni, és tulajdonképpen több mint 50 éve foglalkozom a vívással, ebből 20 évet versenyeztem. Milyen eredményeket értél? Törben másodosztályú voltam, párbaj törben pedig első osztályú voltam. És amikor idejöttem Szekszárra több mint 40 éve, akkor Koráznak volt és van egy szakosztálya, akkor itt még elkezdtem vívni, még egy kicsit versenyeztem, de aztán abba hagytam, és edzősködni kezdtem. És elvégeztem a segédedzői tanfolyamot, aztán szakosztályvezető lettem, és a végén most a Szekszár Kórház sportkör elnöke vagyok. És hogy alakult itt a vívó élet? Ugye most múlt héten találkoztunk, egy Magyar Vívó Szövetségnek az elnöke látogatott ide Szekszárra, nézte meg a szakosztályt, hogy működik, és ott hangzott el, hogy azért 10 évvel ezelőtti állapothoz képest nagyon sokat fejlődött most a maga a vívó szakosztály. Hogy 40 évvel ezelőtti állapothoz képest voltak gyerekek, van utánpótlás, vannak gyerekek, hogy tudják népszerűsíteni, vagy mennyire népszerű? Nagyon-nagyon-nagyon érdekes, mert amikor én szakosztályvezető voltam, mégis edzősködtem, és én intéztem mindent a szakosztályban, sok gyerek volt.
jártunk versenyre, különböző forrásokból kaptunk támogatást. Most egy példaképpen hadd mondjam, hogy teljesen más volt az egészségügyi struktúrája, már a finanszírozása. A Szekszárdi megyei kórháznak volt egy üdülője Domboriban, volt, tehát minden további nélkül meg tudtuk kapni a kórháznak a mikrobuszát, a gyerekekkel nyáron el tudtunk menni a kórházi üdülőbe, edzőtáborba, tehát egy prosperáló vívó élet volt. És a rendszerváltás után volt egy időszak, amikor nagyon rossz lett a finanszírozásunk. És ugye az egy közismert tény, és ez teljesen egyetértek, hogy a magyar kormánynak az a koncepciója, hogy sportolni, a sport. Hiszen egy nemzetnek a családon alapul. Egy nemzet alap pillére a család, és az kell, hogy minél egészségesebb, elégedettebb emberek legyenek. Most a sport az egészségnek a kulcsa. És ez fölismerve a kormány elkezdte támogatni, főleg a kiemelt sportágokat, ahol a legtöbb ember sportol. És pár évvel ezelőtt a vívás is ezek közé került, és megemelkedett lényegesen a támogatásunk. És már teljesen padlón voltunk, nem volt felszerelésünk. Nem. Ez a rendszerváltás után volt, és akkor ezekkel a pályázatokkal nem, ki kell emelnem, hogy a Szekszárd városa is mindent megtett, azért is a város anyagi lehetőségéhez mérten támogatott és támogat jelenleg is minket. És ezen támogatások a központi, a vívószövetségen keresztül és a város által nyújtott támogatással fellendült a sport. Új felszereléseket tudtunk vásárolni, és itt van az olimpiáknak a szerepe. Tehát az olimpia és az élsport. Itt nem csak arról van szó, hogy örül az ember, tehát az országnak, az embereknek láthatók Szekszáron is milyen öröm a kosárlabda csapatnak az eredmény, a második hely. Tehát a sport az egyszer az ember sportol, a másodszor pedig egy szórakoztató jellegű. A romaiak is mondtak, pánem et circenses, kenyeret és cirkuszokat, most a szó pozitív értelemben, az emberek szórakoztatása. És az élsport és az olimpiai eredmények, azok népszerűsítik, fellendítik, az ember fölkeltik a gyerekek érdeklődését. És az, hogy ez a központi támogatásokat és a helyi támogatásokat kaptuk, és a gyerekeknek fölkeltette az érdeklődését az olimpiai eredményt, a vívás egyik legeredményesebb olimpiai sportunk, elkezdtek jelentkezni a gyerekek. Ez a kettő ez úgy egy időben összejött, és egyre több gyerek jelentkezik, és hála Istennek is ismét az a virágzás van, ami hajdanában volt. Igen, észrevettem, hogy ugye tavalyi év végén voltunk önöknél egy riportot csinálni, és akkor tényleg még alig voltak gyerekek. És most múlt héten, amikor újra elmentünk, akkor tömve volt szinte a terem. De akkor most ugye kívánja ez az egész, hogy legyen egy saját létesítmény, ahol elférnek, vagy hogy oldják meg most ennek a sok-sok gyereknek az edzését? Ez egy nagyon jó és érdekes kérdés, és erről beszéltünk Csampa Zsolt elnök úrral, a Magyar Vívószövetség elnökével, amikor most itt volt és meglátogatott minket. Őnek ez a koncepciója, hogy a vidéki vívás támogatása. Hát mindennek a vidéki sport az alap, és aztán a tehetségek mennek föl. Hát ezzel a problémával most szembesültünk. Egyelőre ennél, ahol most vagyunk, a DNS Valéda iskola régi tornatermében tanulnak az edzések, az föl vannak szerelve gépekkel, tehát nem olyan könnyű onnan valahova elmenni. Pláne is kiderült, amikor a Covid alatt ugye az iskolából ki kellett jönni, mert ismert okokból csak a helyi gyereke, az iskola gyereke mehettek be, akkor derült, hogy nem is tudtunk magunknak hirtelen termet. Tehát elnök úrral is Csampa elnök úrral is ebbe beszélt, hogy ha ez így megy, akkor a jövőben egy vívó termet kellene majd létesíteni, és fölmerült az, hogy terve van véve
egy új sportcsarnok építése Szekszárdon. Hát az most egy kérdés, hogy a régit lebontják és mellé, de a sokan a szakértők mondják, hogy jobb lenne a régit meghagyni és mellé az újat. Tehát ezt majd eldöntik, és akkor ott egy, lehetne egy torna. Tehát most a per pillanat az tele van a sportcsarnok a különböző sportágakkal. Mi egyébként nagyon jól megvagyunk a DNS iskolában. Kétségtelen tény, hogy egy kifejezett vívásra berendezett ennél nagyobb tornatermet kellene találnunk majd. Hát ezt mondom, ez a legfrissebb problémák, egy örömteli kérdés. Most egyelőre itt csináljuk, végezzük az edzéseket, és aztán hitünk és reményünk szerint, mert a közeljövőben lesz egy másik megoldás is. De számomra rendkívül öröm. Nem az a sok gyerek, nem az, hogy vívna, hanem hogy sportolna. És teljesen egyetértek a Magyar Vívószövetség elnökével, Csampa Zsoltal, aki ugyanazt mondta, mint én. Ő számára se az a legfőbb, hogy a gyerek vív. Hát persze a Magyar Vívószövetség elnöke a vívást privilegizálja, hanem hogy sportol. És teljesen nyilván, ő is ugyanazt mondta, mint én. Látom, a gyerekek már előtte úszott, kosárlabda, több sportot kipróbált, na de a vívás. Én azt szoktam mondani, hogy kell egy étlap, ahogy az étterembe bemegyünk és válaszol. A gyerek különböző, azért kell a vív, hogy legyen vívó egyesület, mert a gyerek vívni szeretne, számos gyerek mondta el nekem, kipróbált ezt, azt, amad, de a végén a vívást választotta, mert ehhez volt kedve. Kell, hogy legyen. És ezek a gyerekek, mert ahogy sose felejtem, amikor az edzői tanfolyamon oktatták nekünk, ami a gyerekkorba az izom és a csontrendszerbe beépítünk, az soha többet felnőtt korban már nem lehet. Az a gyerek olyanná fejlődik. Hát ha valakire ránéz az ember, pláne én, mint sporttal foglalkozó, lehet látni, hogy valaki fiatal korában sportolt, vagy nem. Hát különösen a hölgyeknél lehet látni, akik tényleg sportolt, tehát egész más a mozgás, a felépítése. És hát ez egész. És a sport nem csak akkor az örömet szolgálja a sportlás, hanem az egészséget. És akit fiatal korában sportolt, az az egészséges életmód már végigköveti az életén. Ön lejár még edzeni? Igen. Hát én magam már nem edzek, hanem hetente kétszer edzősködöm. Igen, a szakosztályban hetente három napunk van, hétfősz, kedd és csütörtök, három napon vannak edzések, és lejárok, edzem a fiatalokat. És amúgy mivel tölti a mindennapjait, most, hogy már a kórházban nem jár be? Nagyon érdekes, mielőtt végleg nyugdíjba mentem, mondták nekem nyugdíjasok, hogy hát nekem semmire sincs idő. És valóban így van, az embernek be kell osztania. Most be kell osztani a napját, nekem is vannak, azért a kórházal is megvan a kapcsolatom, hiszen most jártam be vakcina injekciókat adni, a sportkör feladatait csinálom, kétszer hetente lejárok edzésre, részt veszek azért a városnak a társadalom életében, és hát lejárok Keszthelyre, mert ott születtem, ott van a családi házam, amit most üdülőnek használok, és a unokáim nagy örömére, mert nyáron nagyon szeretnek ott lenni a Balatonon. Jó van, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő beszélgetést, hogy elfogadta a meghívásunkat. Számomra nagyon érdekes volt, és sok minden pozitív dolgot hallottam. A nézőknek pedig megköszönöm a figyelmet, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!